részek, és a másik részek történelme, vagy az ugye kiújult a másik részek, az kiújult, hogy eljön ide, és már az elején szeretnék megkérni minden nézőt, hogy a szavakon egy méterre hátrál egyet, és nem fog történni semmi probléma, hogy mégis a szóba védelmi követelményeket szeretnék megkérni mindenkit, hogy a látásra, a rendelmi távolságra legyen. Tehát még ezen kívül. Igen. Köszönjük meg a Norbinak, hogy ilyen kedves, hogy befejezte a fűrészelést. Annyi fűrészem helyette. Köszi, Norbi. Nem tudom, ki az, aki favágással foglalkozik, vagy fakitermeléssel, amikor nézők között. Van olyan? Van olyan? Tegyél fel a kezét. Nem sokan, nem sokan. Ki az, aki otthon ház körül vágja a tűzifát esetleg? Ki az, akinek van láncfűrésze? Hát ő van, hát ő van. Ki az, aki régi láncfűrészekkel foglalkozik, gyűjtő esetleg? Na, nézzétek, több a gyűjtő, mint a fakitermelő. Na, menjünk sorba akkor. Válogattunk egy pár modellt, amit érdemes lesz megemlíteni és bemutatni. Mivel kezdjük, Bolytyát? Hát kezdjünk egy keletnémettel, mondjuk az már közel. Jó, akkor kezdjünk egy volt emlékás gyártmányú láncfűrésszel. Én úgy kívánok, hogy Verus, utva Vével. Ez mikor évjárat körülbelül? Hát az 50-es évek elején, fontos évszámot nem tudunk róla, nem tudom alapján sehol is róla írva. Az 50-es éveknek a nagyon elején. Jó, hát ugye a kapakupa az miért, hogy itt van a szinszó motorok, enzim motorok, akkor ennyi egy NDK Verus. Húzhatni a szivatóját, el kell zárni a lépcsőt, és itt is egy kicsit menjetek hátra, menjetek kedvesek, a méter csak, jó? Aki közelebb van a hüntetés, fog fizetni, jó? Megemlíteni, hogy ugye ez még abban a korszakban valamikor nem volt biztonsági láncfék, tehát elég biztonságtalan a dolog. Valami orosz láncfészeken látható ilyen indító kapszula, ami a brit beindulás után leválik a gépből, vagy érdemes elveszik az erdőt. Leállító kapcsoló nincs rajta, és a jó kis emlékkel szokás szerint egy kérdés felhúzásával állítunk le. Menjünk tovább. Ki legyen a következő? Legyen egy irány, egy angol Zaman 110-es. Fővonalítja 110 köbcentő, nagyon szép állapot van a fő. Egy elég korszerűnek mondható, hogy épp a maga felállom fel. 60-as évek elejjel sérve. Na lássuk! Tehát azt tudjuk, hogy akkor az angolok is készítettek láncfűrészt, abban az időben, csak ők kimárták az összes erdélyeket, úgyhogy már nincs erre szükség. Thank you.
hogy az angolok azok eleve tőlük eltérően pont az emekező oldalon közlekednek. Itt is úgy van, hogy a felkapcsolás az lefelé van, a lekapcsolás meg felfelé, a testkapcsoló. Nem az, mert fordítva van karakon, hanem így csinálták őket. Azt kell tudni erről a gépről, hogy ez semmi rendszersilapítással nem rendelkezik, ez teljesen fixa motor, rátszere, hangot, tehát macsopogva ez a műanyag, úgy bevonnak a alakorba, és okosan, hogy tettek rá ilyen kapusú lemez, abban időben, hogy a gépen kiboljon a tortája. Ez a következő. Megpróbálkoznánk ezzel a gyöngyöldel, gyakorlatilag ünnyekszoros, tehát nem a hagyományos értelemben a karburátor van rajta. A karburátorban nincsen membrán, mint a többi fűrészeknél, tudnyomással üzemel a teljes üzemanyagrendszere neki. Még éppen, hogy az üzemképes kategória felújítás előtt van, az jár áramlomásokat. Bemutatókon, igaz? Körülbelül mikor így járok, ezt azért nem tudjuk meg. 1952. 52. Kicsit komplikáltak a dolog, itt meg kell nyitni benzinkapot, tehát eleve egy ergonomiátlan valami, mert nagyon nehéz úgy kezelni, hogy közben ezt tiszkálgatni. És ahogy meg egy fénylegedi a láncvérészeknek a fénykorából való gép, amikor még nem voltak egységes formák, nem voltak egységes láncosztások és a többi. Ez a következő. Na, akkor legyen a fél kontra. Ugye lehet azt mondani, hogy a láncvérészek egyik legnagyobb legendája, a filmkontra megjelenésétől számítjuk a mai modern láncvérészek felépítésének a korszakát. Gyakorlatilag úgy néz ki a láncvérészek, hogy a mai láncvérészek csak egy kicsit ilyen elviszerezés stílusba. Érdemes megemlíteni, hogy ő is 59 óta létezik. Ha jól tudom, a 60-as évek felé különböző módosításokkal gyártották. Ugye ez még az első szériás, ezen szinte erre maguk megkockáztatni, hogy semmi rezgésilapítás nincs. Némi gumi van, nagyon kevés. És ez az igazi rock'n'roller design. Jó biztonság. Köszönöm vissza egy kicsit ezen a gépen. Itt. Hát ez legenda. Évtizedes legendája. Mi lesz a következő?
Igen, mert arra fele van. Husqvarna F70, Husqvarnának a fénykorából való ez a gép is. De tehát kinekre a fénykora, kinekre a mosolya. Hát ezért ez is egy legendás gép. Ezt a gépet azért fejlesztették ki, mert az ilyen kontra képest, ez egy keresztül zajlató, ágazó átfélét, és az éppen a kapirányait, a fejlesztett ágazó zajlató, egy ilyen kódolta, ami esetben a Mit gondolsz? Milyen lesz része van? 12 van személy. Ez ahhoz képest? Mennyivel? Sokkal? Már a fénykörülmény. Hát mondjuk nem is olyan veszélyes. Hát ugye ez 60-as évek első fel. Ha jól tudom, 60 korlány köpcent is, nem? Lehet, hogy 70 van, akkor megint van 70. Jó. Menjünk tovább. Mi a következő gép? Nézzük meg egy igazit. Na. Szakszol már, és annak is a bankjá változottak. Hát hozzátartozóban nagyon sokat is köszönöm elemelve. Aki tudja, mi az a bankjá technológia motorokban. Szeretnék ezeket látni, hogy nehogy ne tudjuk, hogy miről van szó. Nem tudom, tudtok-e mondani bankjá motoros láncfűrészt? Más, ezen kívül. Mazda RX-7, igen, hallottam. Mazda RX-7, igen. Azon nehéz fátolni. Ugye a Honkán technológia az teljesen más, mint a hagyományos jobban a motor technológia. Szinte zéró rezgéssel tudtak láncfűrészt csinálni, ellenben nem volt tartós és nagyon szervizigényes volt. Igen, ugye kis ölkettérfogata van, és itt úgy szokták mondani, hogy hány kamerát, nem hány hengeres kapcsolat, hanem hány kamerát, és hány tárcsát, és ez a gép, ahhoz képest van ezt a teljesítményed, ahhoz képest nagyon sokat fogyasztani. Na nézzük meg, egyébként nagyon érdekes hangja lesz. Jó lenne egyébként a kapok után is egy ilyen bankjá motoros Thank you.
Húzzam ki a szivalót? Valami dugulásféle. Sajnos nem tudunk minden gépen laboratóriumi körülményekre előhozni, hogy ne tudjuk mutatni, sajnáljuk, elnézést kérünk ezért, de remélem látszott azért működés közben is, ha lehetett valami hangját. Hát itt nagyon sok tényező van, mert azért mondjuk el, hogy nálad ezek a gépek, ezek fönn állnak a polcon, és minden ilyen bemutató előtt igényelnek átnézést, beállítást, és ha sikerül vagy nem, ugye? Hát igen, itt ennél a másra, amikor tényleg, hogy nem vagy egész napot elszúrtam, hogy tudjuk mutatni, mert megkérdezik a kicsit. Reméljük, hogy rámegyünk. Jó, menjünk tovább. Milyen gépet mutassunk be? Legyen a legszebb hangú? Egy klasszikus, a legszebb. Még egy klasszikus, igen. A 20-nálnak az első láncfűrészéből, 1959-ből, ha jól tudom. Pontosan 59, ugye? Igen, igen. 59, hát ugye itt már több modell széria volt, A, B, C, D, és ez a G modell, G90-es. Azt tudni kell, hogy a Husqvarna, ugye az több mint 300, hány éves? Hát azt hiszem 330, ugye? Most. Igen. Idén 330 éves. Lehet, hogy valaki jobban tudja, hogy a Husqvarna-s. És a Husqvarna az ágyú készítéséből, a fegyver készítési, varrógép, húsdaráló, mindenféle különböző eszközöket, gépeket készített, motorkerékpárokat is készített, meg készítenek is most különböző licenszer gépek alapján. Pontosan nem tudom, de 1959-ben beszálltak ők is a láncfűrész gyártási piacra, mégpedig azok a mérnökök készítették el az első láncfűrészüket, akik a motorokat is készítették. Különlegessége, ami számomra személyiszint azt mondom, hogy az a legkülönlegeség olyan szép hangra, mint egy korabeli motornak. A másik, ami említésre jött, a kezelő szervei és a rudazata, ugye a Husqvarna fegyvereket is gyártott, készült a karabélyokat, húsákat, kicsit azokra emlékeztek a rudazata belül, valamint ezt még a mai láncfűrészek is megirigyelhetnek ezt a letisztult kezelőszerveket. Na, indítsuk be, a legszebb hangú láncfűrészt. Közérdekű közlemény, aki szeretne gulyáslevest enni, az az információval tud jegyet vásárolni, van egy szállítás darab. Ki ismeri valaki?
Milyen típus ez? Mi a típus neve ennek a gépnek? MTD. 3072. Na, tudva, van rendszer ez a dolog. Ez egy napi sétáló. Vagy mondjuk úgy, ez egy áverés, mert ez egy 23-72-nek látható tárgy. De mivel mi nem akarunk senki se átvenni, ezért mi saját veszük el ezt a gépet. Fűrész Mária 372. Ekkor röviden az a története, hogy minden lászvészhez lehet napi után gyártott alkatrészeket. A rendezvény egyik támogatója Kertmotor, ő kifejezetten ezekkel foglalkozik, lászvészek, fűkaszák és kerti gépeknek az alkatrész után gyártott alkatrész ellátással, természetesen lehet eredetni. És ő által rendelkezésre bocsátott, után gyártott alkatrész alatból rakott mi magunk összes alkatrész, és üzemeltünk be. Tehát ez egy 2372-nek tűnő Fűrész Mánia 372 hamisítvány kapugép. Ezt beindítom én. Ha beindul. Menjünk tovább, Bojti bácsi. Mi legyen a következő korifuzon? Figyelj, most már volt annyi narancsárga lász, hogy ez legyen egy kék is, nem? Kék. Kék. Szóló Rex, nem tudom, hogy kék szóló márká, német, tradicionális gyártó. Ez is az 50-es évek végéről való. A előbb említett Husqvarnának és a Stilfontának volt a vetélytársa, ez a szóló Rex. Király, megnevezésű. Láncfénész, ugye 160 valány csökkent is volt, tehát ő lehet, hogy azért volt a Rex, mert ő volt a legnagyobb lakosokettél fogadott? Így van, és még ennél is a típuson belül létezik a legendák előkezik, hogy 130 köccsentük a gyűlőre. Hát én még nem találkoztam vele. De szeretném. Hát szeretnék nagyon, igen. Na jó, nézzük meg, ez beindul? Német precizitás, ugye? Ötvenes évek. Teljesen fém a gép, csak egy kulacs méretű műanyag tank van, ami gyárilag rajta volt. Ez oldalt a tuning, ez volt a tükörnyítés. Szegény Bojti meg végre teljesen el fog fáradni a gépeknek rángatásába. De hírek indító az lehet, hogy tud segíteni, ugye?
szedd össze magadat, és készüljön föl Herbs István, a Sárosdi duó, de nem egyszerre menne. Balázs egyedi képével fog indulni. Ez volt a szóló lesz, 120-an valány köszöntével. Azt fogjuk csinálni, egy picit lerövidítjük a bemutatónkat, már csak egy pár részre fogom bemutatni, hogy halljuk, már elindultak a futamok. Így van? Arna, megy a futam? Jó. Bognár Balást várjuk ide a kilövőálláshoz, nem sokára elindul. Utána pedig Herbs István következik, Robi 151-essel. Balázsnak a gépe egyébként nem más, mint egy egyedi gép, ezek szoktak engem a legjobban érdekelni, mert itt van benne az a kis plusz, amit én nagyon szeretek. Az a kis variálás, az a kis lélek, az a kis szeretet, mindjárt, ami tulajdonképpen hagyja ezt az egész versenyt. Dumákis. Miért, hogy mondom magam, és jönnek a mikrofonért, gondolom. Nem, nem. Akkor beszélnek ők. Következő gépünk. Megjön Balázs! Hogy ez most micsoda valójában. Lövésen is, hogy miért bűz ki, miért az a gép. Majd most egy rövid magyarázat után elfújtunk. Hallod, miért nem kapcsolt ki? Kapcsolt ki! Szerintjük Balázs! José Armando a színpadon! José Armando! Hallod, én bejöttél! Mit tudunk a gépről? Én nem adom a sérgőt, hogy kapcsolatok a mikrofon, mert nem akarjuk szétrolkodni angol. Igen, ez egy ilyen buli, igen. Na hát akkor szerintem fújja meg a gyerek a szondát. Ugye Amerikában... Apja mondta, hogy ha mutat, akkor itt helyben megvenni. Bizonyos államokban olyan törvények vannak, hogy... Színpadok, hozzá járvadó! Fát, az elnyit. Magyar hangja új régi dolgán. Ugye egy amerikai farmer tudja elképzelni, hogy van neki egy pick-upja, van neki egy láncfűrésze. Megy az erdőn, lát egy kidobott fát, és akkor úgy ezt földarabolja, hazavigye ki. Na de hogyha... Olyan vagy, mint a földön egy pap. Az amerikai kitalálta azt, hogy földön történő daraboláshoz egy ilyen fűrész fog használni. És milyennek az előnye? Az az egyik előnye, hogy nem kell legugolni hozzá. Nincs is kérdés. Nem kell hozzá lehajolgatni. A másik legfontosabb előnye... Kokárt motorok a Simpson beszarás. Tehát, hogy... Ezt a vezetőt nem tudja becsípni a rő. Mert egy nagyobb átmérőjű, földön heverő, hogy vágjuk, hagyományos láncfűrésszel, az ugye egy összezár. Aggódnak érzed, Balázs? Ez arra lett kitalálva. Nem, nagyon ne aggódnak. Földön heverő, reverésen szépen. Úgy rájj! Talajban, mert mivel egy ilyen rádiusza van ennek a vezetőnek, nem bánt bele a talajban. Na most megpróbáljuk ezt gyakorlatban is. Gáz, üzenek. Így. Ne is gondolj bele, hogy itt hűtése.
minden így működne, csak egy kicsit, hogyha közreműködőbb lenne a gép, akkor jobb lenne. De remélem, hogy jól tudtuk demonstrálni, hogy mi a funkciója ennek a gépnek. Mi legyen a következő gép? Az a két ember. Két ember? Na, mi először bemutatunk egy két ember. Jó? Két ember. Két ember. Két ember ez itt, egy két ember fogunk bemutatni. Jó? Köszönjük Isten, hogy leállítottad a gépet. Ez mindannyiunk érdekét szolgálja, üdv. Mit tudunk, hogy full nevetnek és teljes gyári. Jól néz ki, látom itt ezeket a kerékpárboltban azért. Minden. A migek hátul, migek? Grippenek. Ide is van írva. A rakomány rögzítését? Tehát akkor tolóerőtöbletre vágsz. Mit tudunk a rakomány rögzítésről, mert azért látom, hogy azért szépen. Látom, van benne szép munka, ura, de a gép az semmi extra nincsen benne, tehát nincsen szupercharger sem. Hát akkor sok sikert, kívánok új zubikkal, közepes kerekekkel, szerintem, mint ahogy szoktuk mondani, és akár most Dom Máis Pálti. A két hengeres most nem akarja, az igazság. Nem, muszáj lesz neki. Hoztam minden szerszámot, csinál valamit. Gyerek, menj még! Armandocska? Jöjj már! Jaj, gyerek, gyerek! Úgy teszem akar a gyerek, de gyerek! Hát ez autót, hogy tarát tétel, hogyha kirakítál. Győzik-e, büszke lenne rám? Ott a szénegyenes rakja a harmadikba. Fordul ki? Nem akar menni a szóló kétnek, mert érdemes lenne a... Dolgozni is ilyen tempóba kéne. Jó, akkor már ennyi ez a gép. Akkor viszont mutassuk be, ez lesz az utolsó gép, itt érdekel, két emberes kívánt az úr. Akkor egy olyan két emberes lánszkörész fogok volna bemutatni, ami azért is kuriózom, mert az egyetlen magyar gyártású lánszkörész típus. Valaki egyébként akkor állítom, hogy legyen egy magyar lánszkörész. Nem baj, felborult a rotációs kapa, kicsikét nagy volt a lendület, de ez lesz az egyik díj. Na most az egyetemisták állítólag vissza. Apja vissza, ó, hát ez versenyhívás! Ez versenyhívás! Hóó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 
tartani. Általában elsőre szokott indulni, és reméljük, hogy eddig is elfogadom. Nem második. Akarok kezelni, hogy nagy az öröm, nagy a dolgottál! Nissan, kérlek, ízítsd be a gépet! Szevasz, Norli! Hello! István, kérlek, így is valami megkérünk! És mit faragunk be? Hát, ezzel. Eddig is köszönöm. Azért megnézzük ezzel, mit forogna. De megoldalád, nem? Pöcröf! Na gyerek! Na, hogyha? Optimisták leszünk? Elsőre indulni fog? Igen. Nem. Én leszek a pessimista, nem fog. Ugye ezért jó, hogy elsőre indul, mert nem kell újra tekerni. Ezekkel dolgoztak komolyan. Hát figyelj, kézik résznek biztos örülök. Felkészülni! Figyelj, raj! Hogyha nincsen lekötve, mégis mutatom, hogy nem sokára a bakátakhoz közelít a versenyző, és valószínűleg le fogja rázni. Ne! Nem! Nagyon szépen be tudta ékelni, nagyon kasszol, én teljesen jól be tudta ékelni a hordókat. Micsoda ékelés, micsoda ékelés! Szabó Vanda, Rebekát szeretnénk megkérni, perkátai versenyzőnket, Terra Ruby traktor.
Milyen a gép? Remélem, hogy a rendszer alatt értem. Jövőre akár ugyanígy. Sziasztok! Menő! A gumicsinálat! Köszönjük, hogy jól fog sikerülni!